Csá-csá-csá, rohanunk munkába, hétvégén, mint az őrültek, ugyanis ma, mielőtt elkezdünk dolgozni, kipofozzuk a műhelyt, hogy új műhelybe csinálhatjuk a fusi munkánkat, úgyhogy kezdjük is innen a műhelyből, azt mondja, hogy van nekünk egy lehetőségünk, kettő. Jó, de saktábla. Ez nagyon világos. Ez koszos. Ez mindegyik koszos. Talán még ez a legtisztábbnak tűnő. Parketta. Fapadló. Hát ez ilyen. Ez miért nem mondott komolyan? Hát ez egy bőrkarpit. Vannak itt ez a külső, ha? Az alap, ez egyes lehetőség. Kettes, hármas. Ez a kék olyan. Ez meg olyan, mintha valami teniszpálya lennék, vagy valami hasonló. Ez se szép, ez se. Ez? A 16-os? Nem. Ez a sötét, a 17-es. Na, ez jó lesz. Garázs felső falak. Ó, téla, ilyen angol stílusú. Kis téglás. Hű, ez nagyon semmi. Nagy téglás. Ez a komor nagyon. Ez meg mint hogyha márvány csempék lennének, vagy valami olyasmi. Na, ez jó, ez világos. Padlóhoz menő faburkolat. Hát itt volt ilyen világos fehér, ez tetszett. Ez meg a nagyon rikítós. Hát ilyen téglásra megcsináljuk ilyen. Ilyen tégla lesz. Alsó falak. Hát normális dolog, akkor már mindegyiket egyformára csináljuk, nem? Hát alsó is tégla lesz. Szép téglaépület lesz. De akkor már inkább legyen ilyen dísztéglás. Ez a másik, ez olyan, mintha csak össze lenne pakolva. Ez inkább külső. Külsőnek jó. Belsőnek ilyen lesz. Emelők. Hú, sárga emelő. Ilyen rozsdás. Kék. Ilyen sárga emelők lesznek. Emelő karok. Most erre mit mondják, hogy tudom én milyen? Ez egyes, ez jó lesz. Nem is látni.
Ez abroncs cserélő. Csempés? Komolyan? Be van csempézve. Á, ilyen egyes lesz. Öltöző szekrény. Már mindenhol akkor már legyenek egy színűk. Hát már ez mondjuk ilyen szürke szokott lenni. Szekrények. Sárga, sárga szekrények lesznek mindenhol. Na és akkor épület, felső falak. Tégla. Téglát szeretnénk. Nincsen tégla. Hát akkor meg nem is tudom. Kék nem. És sárga biztos nem. Ilyen barna. Sárga. Alsó falak. Ez is ilyen szép téglából kirakva. Garázs kapuk. Ez a hagyományos fém, zöldes, kékes, barnás, sárgás. Ilyen sötétre tesszük. Műhelyi padló. Hát ide is betesszük akkor azt a fa mint ezt. Ilyen fa mintás. A falak ugyanúgy. Ez az egyes lesz, mindenhol egyforma legyen szépen. Vizsgasor padló. Azt kirakjuk ilyen feketével. Ezt még valami világossal. Ah, nem ma. Ilyen bőrrel. Volt itt valamelyik, az egész jó volt. Ilyen világos. Vizsgasor lyuk. Meg tudja, a fene, ha teszünk ilyen hatosra. Mi az egyes? Az ilyen messzire nem is lehet látni. Közelíteni meg. Azt mondja kameraváltás, de... De nem vált kamerát, úgyhogy... Ó, lesz ilyen sötét, nem? Jó lesz ez a hatos. Felső falak. Mindenhol ilyen tégla lesz. Fényező műhely. Fényező műhely padló. Tehát olyan lesz, mint a másik. Így itt nem lesznek külön színek.
Padló C. Jesszusom, de színes. Nem, ez jó lesz így. Padló D. Jó, ez a kék kezel, nincsen semmi bajom. Na, ennek a kék az jó. És a kék behajtóka van. Nem ilyen rácsos, hanem ez a kék. Ez a kék, ez ide jól megyen. Oké. Okay. Ez még marad az egyes. Nem, teljesen kék lesz. Nem fogunk itt menőzni a két színűvel. Épület B felső falak. Ha én ezt tudnám. Alsó falak 1, felső falak 8. Felső fal 8-as. Alsó fal az 1-es. Így. Vizsgasor kapu. Ez ilyen sötét bordó. Akkor ez is ez a hetes lesz. Na, autómosót is át lehet. Na, egyforma lesz minden. Dino felső falak. Dino padló. Hát gőzöm sincs. A csúnya mint. Ez egyes talán még a leg olyan, hogy elmegyen. A kettesbe teszünk fémet. Van itt ez a ilyen fajta. Felső falak, ez akkor a 8-as, alsó falak 1-es, C-kapu meg a 7-es. Hetes szerintem. Garázskapuk. Ötösek itt a garázskapuk. Akkor a többi kaput is ötösre állítjuk. De itt nincsen ötös. Itt csak az a hetes van. Úgyhogy itt akkor 7-es lesz. Ez is 7-es. Ez még 5-ös lesz.
Többé nem tudom, miért nem lehet olyat. Ja, mert ez másfajta kapozna, felnyílós. Ah, igen. Na jó. Hát te csúnya. Jézusom, hát ez nagyon csúnya. Hát ez olyan, hogy a téglácsak. Na hát nem. Ezt újra át kell gondolni. Nézzük csak meg a kettest. Alsó falak, meg akkor a hármas. Hát egyik se. Egyik se az igazi. De talán a hármas egy fokkal jobb. Mi van még? Folyhat ez, nem? Van ilyen fajta. De ez még szép lenne, de... A többi viszont borzasztó. Jó, hármas. Mindenhol látták lyuka. Hármasra. Alsó falak, itt is a hármasra. Alsó fala. Jó. Na, ez így már jobb lesz. Így már egy téglaépület. Szép téglaépület. Fa padlóval. Ilyen régi stílusú a dolog. Emelők is fel lettek újítva. Lefestve szekrények. Hát, hogy mondjam, rend nem lett. Igazán lehetett volna egy kis rendet is csinálni. Azzal együtt, hogyha már egyszer fel lehet újítani a cuccot. De nem. Rend nem lett. Na jó, viszont akkor kezdjünk neki a munkának. Felavatjuk egy fusi munkával. Ez új kinézetű műhelyünket. Megjavítjuk a flamónak az alvázát szépen. Meg a karosszéria elemeket, ami hozzávaló. Csak meg kell keresni. Ugyanis még nem javítottunk meg semmit.
Oké, itt egy csomagtartó. Egy sárvédő. Elég sok mindent zsákmányoltunk. Na, két tükrünk is van. Az egyik sikerült, a másik nem, vagy hogy van? Elrontottuk? Na mindegy. Megyünk tovább. Szálem, szálem, szálem. Szálem spektre. Szálem flam motorháztető. Így, illetve egy az egyik pont voltak is szerintem. Flamó. Ah, ilyen flamós. Hát akkor ilyen menő, hogy hívják kéne hozzá. Az egész kasztinek ilyennek kéne lenni. Hát úgy néz ki, hogy mégse zsákmányoltunk olyan sok mindent. Illetve olyat zsákmanyoltunk, amink már voltóból is javítható. Erről van szó. Se lámpa, se semmi. Ez így bukta. Na nem baj, pakolunk bele valami belsőt. Ez csak ez egy piros kormányunk van, ami ebből kijött. Érdekes módon nincsen piros ülésünk. Ez nagyon érdekes. Most valahogy nem tudom hova tenni. Nincsen piros alkatrészünk. Na, ehhez még mindenhez fel kell emelni. Tiszta jó. Na mondjuk, ki is cserélhették volna, mert csak le van festve. Ugyanúgy itt vannak az a rozsda textúra. A pumpank az már van piros. Ilyenünk sincsen piros. Na jó, hát akkor feltesszük azt, amink van. Gond egy szá, se? Nem létezik, hogy rúgós tányér is csak ennyi legyen.
Szerintem itt valami suskus van. Mégpedig a raktár körül lesz valami. Tudja, hogy a raktárban lesz valami. Igaz, mondtam. Egy csomó piros alkatrész még itt van ebbe, amit mi nem látunk. Ezért nem is tudunk vele dolgozni. Úgyhogy innen most mi szépen mindent kiszerelünk. Ugyanis van nekünk egy csomó piros alkatrészünk. Hát a szülés van benne, hagyjuk. Viszont most az a kellemetlen meglepetés ért minket, hogy minden piros alkatrészünk itt van a raktárban, amivel nem tudunk dolgozni. És ahogy ezt már említettem, raktár ilyen formájában használhatatlan. Ugyanis tényleg ide kell jönni, aztán itt keresgetni benne. Vagy úgy, hogy beírjuk, ami kell. Vagy berendezzük valami név szerint. De hát igazából még úgy is rohadt, tudom én, berendezzük név szerint, és akkor kerest, hogy mi hol van, ugye? De hát ez hülyeség. Ha lenne egy bevásárló lista, amit itt lehet használni, hogy tényleg megnyitod és keresd meg nekem a raktárba. És akkor onnan már csak átmozgatjuk az inventoriba, és akkor kész lehet vele dolgozni. De ilyen nincs. Erre lehetőség nincs. Még egyszer mondom, erre lehetőség nincs, kedves programozók, tervezők, készítők, úgyhogy ezt ezúton is szeretném kérni, hogy legyetek szívesek, javítsátok ki a dolgot. Mert ez még így a pottyantóstól is rosszabb. Jó, az itt dolog, hogy van egy csomó alkatrészünk, amit aztán ugye fel lehet használni. Nem is ezzel van a gond azzal van, hogy rohadt macera. És hogyha a játékban egy ember azért játszik, hogy szórakozzon, nem azért, hogy idegeskedjen, hogy hol az Istenben van ez a valami, megint nem találom, megint menni kell, megint keresni kell, megint elfelejtettem, hogy mi kell. Egy játéknak nem erről kell szólnia. Mondjuk rengeteg olyan alkatrész van, amit tényleg el kéne adni. Itt van ez a sok japán piros. Karosszéria elem. Amit ha bár az japán autókra azt mondjuk, hogy fel fogjuk, csak nem fogjuk tákolni. Japán kocsit vagy feltámasztunk, vagy felújítunk. De
piros karosszérelemet nem fogunk egyikre se rátenni. Úgyhogy így gyerekek, kemény szoltírozás lesz. Azt kell, hogy mondjam. Mert brutál sok az alkatrész. Sebességváltóból is van millió meg egy piros, amit nem fogunk soha felhasználni. Mert tényleg talkolni való autókon is rajta vannak ezek a piros dolgok. Kiürült a raktárunk. Ez így is marad, úgyhogy szépen rácsukjuk az ajtót és adios, amigos. Hát ebből úgy tudunk semmit tenni. Viszont ide. Hát üzemanyagtartóink az még így sincsen piros. Piros üzemanyagtartás ritka, mint a fehér holló. Viszont hátsó tengőink az ma van. És rugós tányérból is akad, és mégse azt tettem rá. Így ezt akartuk. Rugóból is van választék. Sapkából is. Ez kiadna jó pár kocsit. Szerencsére ebből minden kocsira kettő kell. Szerintem ebből a kocsiból hamarabb lesz, vagy lenne piros, mint a másikból. Viszont ilyenünk nincsen piros. Úgyhogy akkor megyen a zöld rá, mert ez javítható. Na. És lefogatónk is csak egy piros van. Ez is meglepetés számomra. Ja, ugyanis ez is javítható. De akkor is. Na, a gumipershelyből viszont takad pirost. Győzősen. Tengely csonk is javítható, úgyhogy... Amiből nincs piros és javítható, abból megkapja a zöldet. Mi meg majd aztán... javíthatókat szépen megjavítgatjuk. A fékdoboz nem javítható. Oké, kerekünk meg nincsen. Á, fogynak itt a piros alkatrészek. Nem kell nekünk eladni, készítünk belőle autókat. Olcsó emberek autóját készítjük. Ezt ugyanis megengedheti magának bárki. Van, aki hajlandó az életét kockáztatni egy ilyen kocsiban. Nem úgy nem esnek ezek szét, csak nem éppen kényelmesek, gondolom én.
vagy esetleg nyikorog, recseg, ropog. De bátor embereknek ez nem okozhat problémát. Így. Kipufogódabb. Haladunk előre felé. Viszont, hogyha ezt feltesszük, nem fogjuk tudni betenni a motort. Ezt már megtanultuk, hogy ez motor ellenes alkatrész. Na, B-bölcső, ezt meg kell venni megjavítani. B-bölcső kell, B-bölcső. Nincsen más belőle, és ez javítható alkatrész, úgyhogy nem fogjuk visszatenni a nem javítottat. Haladunk, haladunk. Szépen a kis kocsival. Ezt ugye erre vettük. Ennek komplet az első felfüggesztés, a hátsó szinte kivétel nélkül pirosmentes volt. Azt hiszem két vagy három piros elem volt csak benne. Hát most határozottan több lesz. Úgyhogy mennyi 750-et már ráköltöttünk a javításra. A karossz, vagyis álváz javításra, hegesztésre. Meg a karosszéria javításra valamennyit. Meg mi fogunk egy-két alkatrészt javítani is. Úgyhogy szerintem az a, hát mondjuk úgy, hogy 2000 el fog menni javításra. Úgyhogy legalább 2000 haszonnak kéne rajta lenni, hogy nullán legyünk. Persze az igazi plusz az a, az az alkatrészekben van. Ingyen alkatrészek ugyanis. Ezek, amiket az autóból kimentünk és behelyettesítünk olyanokkal, amikre semmi szükségünk, illetve semmi értéke nincsen. Akkor felső lengőkar, ez már elfogyott, úgyhogy ebből kerül a zöld bele. Jó, még egy ilyen összekötő ród. Ebből is van bőven piros. Nézzük, hát ez rendben van. A többihez majd le fog engedni kellene a kocsit. De először is meg kell javítanunk a bölcsőt. Csak meg kell keresni.
Ezek között a rengeteg csodálkatészek között, ami ott van a végén, ami nem is ABC szerint van rendezve. És még csak nem is állapot szerint. Szerencsére gyorsan megtaláltuk. És egyre meg is javítottuk. Hiszem bölcsőnek, és nem is figyeltem, hogy mennyi javítottuk, de szerintem 100 alatt volt. Üzleti ára 500. Vannak a pershelyek. Alsó lengőkarbó több van, több piros, mint felsőből. Úgy néz ki, hogy ez gyakrabban romlik. Vagy legalábbis több kocsiba benne hagyják. Nincsen annyira kibelezve, mint a felső. Két karos lengős csillapító. Jó, kell két karos lengős csillapító első. Két karos hátsó, két karos hátsó első. Oké, egy meg lesz. És akkor kell még egy, itt van a végén egy. Jó lesz ez így. 1-2% ezen a pirosan, már édes mindegy. És ez az oldal meg lenne. Ide másik oldalra kell az alsó lengőkar, meg a lengéscsillapítót a helyére pattintani, aztán szerintem a felfüggesztéssel meg is leszünk. Ja, még a stabilizátor. Abból meg elfogyott a piros, úgyhogy narancssárgát kap. Jó, és akkor kész vagyunk. Kész vagyunk. Leemeljük a kocsit. Flamó. A liszta jól néz ki. És megpróbáljuk összerakni a belteret, aksit nem teszünk bele. Van piros fékfeledék tartályunk. Hiha, hiha. Belepattintunk mindenre lét. Pattintunk. Tálkolós autó. Ott rakhatnánk bele igazából csak pirosat is. Nem mindegy. Belerakjuk így a legrosszabb használható alkatrészeket. Legalább dob valamit az árán nekünk, meg amúgy is marad még jó pár. Célbiztosíték kellett, tud-e, hogy ide is kellenek biztosítékok. Kérdés, hogy milyen?
C. Igen. Jó, akkor vissza ide. C biztosítékunk az nincsen piros. Jó van, telepakoltunk és nincsen fedél, úgyhogy ne, na mindegy. Légszűrőház. Piros, légszűrő, piros, két csillagos, nem akármi. Kellene rá rögzítő fül, de nincs, zöld, azt még nem teszünk rá, fölösleges. Van egy piros hűtőnk, szervolaj, ezt nem tesszük bele, nem blokkmosó. Na, és ha tesszük bele, ebből kevés van. Amit találunk, nem ebbe fogjuk beletenni, ez csak tálkolmány. Aksit se teszünk bele. Úgyhogy ennyi. Megyünk motorot szerelni. Na, csak egyfajta motor megyen bele. I4 SOHC bemölje. Leveszük róla. I4 SOHC bömölje. Na tessék. Itt a motor, amit össze kell pattintanunk. Szuper, van egy piros blokkunk. Piros főtengelyjel. Piros lentkerékkel. Na ez a motor az egy-kettőre kész lesz. Egyelőre minden piros rajta. Kellett nekem pont azzal az I6-ossal vesződeni. Na, odafigyózz. Na, a generátornál kifogyott a szusz. Nem baj, a generátor, az csak hogy hívják nekem, úgyis. Oda már csak a papapa XI hiányozna, úgyhogy ez nem fog sokat nyomni alatba. Na de dugattyúkat is keresünk, pirosakot szépen. Így. Nagyon jó állapotú használhatatlan alkatrészekből. Összerakjuk. Piros hengely fel, gyerekek. Komplett piros motorunk lesz. Ajjé! Ajjé! Elteszünk rá ilyen három csillagosat. Nem hiszem, hogy fog valami számítani, de... Na, telefonunk már nincsen. Nem lesz piros. Nyomócsövünk meg nincs is. Tényleg?
Hát ha nincs, nincs. Folydó, ezt nem tesszük rá. Ez javítható. Rögzítő. Vezérműtengely rögzítő. Ez vajon javítható? Szerintem ez nem. A vezérműtengely rögzítő, az nem javítható. Azért is van ott annyi sok belőle. Nincs is olyan sok alkatrészem. Azt hittem, hogy több lesz így a roncstelep után. Úgy néz ki, hogy sokat vettünk, ami nem javítható. Viszont ezek nem javíthatóak, vezérműtengely rögzítő, úgyhogy ezt akkor így simán bele tudjuk pakolni, és pont elég is lesz arra, hogy még ezt a lepfedelet is rá tudjuk tenni. Így, né. Bütykös hajtás. Vezérműszíj. Ó, ilyenünk is van. Szíjfeszítővel el vagyunk látva. Még szelepfedél is van piros. Szítárcs az minden mennyiségbe. Na, ha lenne egy generátor, akkor majd, hogy nem komplet lenne az egész motor. Gyertyák. Hát ez egy igazi roncs lesz. Remélem az a pár zöld alkatrész az dob rajta annyit, hogy legalább nullára ki tudjunk jönni. Na, forgassuk csak el. Lássuk az alján a medvét. Most már van egy csomó pirosom, mikor kellett volna, akkor persze nem volt. Ugye akkor az i6-os motorba próbáltok minden alam beleszerezni, de egyik motorba se volt, amelyiket megvettük, mindegyikről hiányzott, lelopták róla a kesejük. Most viszont van annyi, hogy pont kiadja. És még egy piros olajtechnik is van. Na kérem, hát ez egy majdnem komplet piros motor lett. Úgyhogy szépen beemeljük a kocsiba, és akkor meglátjuk, hogy mit kapunk majd a verdáért. Nem töltjük fel semmi folyadékkal, semmi ilyen vacakkal. Így, ez be van pattintva. Ezt vissza le. És még a sebességváltót kell rádobni, valamint még egy kardán tenge is fog kelleni, abból van is egy piros. Óha! Na hát ebből zöldet kap, ebből csak ez van meg egy javítható. Így, meg még egy starter, hogyha lenne.
akkor az... ezt nem tesszük rá. Meg ez a kipufogó cső eleje. Ohó, meg egy leömlőt is rá lehet dobni. Így utólag. Úgyhogy ha lenne, akkor még azt rátennénk. Van is. Nem csak, hogyha lenne, de van is. Így. Jó. Ezzel elkészültünk. Ennyire futott. Há, ne, várjunk, várjunk. Még kerekek kellenek rá. Mekkora kerekek vannak ezen? Tizenötös, 185, 60-as. Piros kerekünk is van, úgyhogy kerítünk. 15-ös. Itt van egy ilyen retro. Valami 185-60-as van itt. Van 285-60-as. És akkor ezt rátesszük. Jól tudom, hogy felni retro 15-ös. Ilyen, és ez a 180, 560, a másik az 65-ös volt talán. Nem baj. Megnézzük, hogy van-e még. Még mindig van. De már csak egy 15-ösünk van. Rápakoljuk ezt, aztán majd bedobuk hátra. Meg még egy kereket ráteszünk, valami kisebbet. Van nekünk valami 16-osunk? Nincsen. Akkor 14-es. Ott van egy 13-as. Jó, az 13-as. Van rá gumink is? Van rá gumink is valamilyen. Jó lesz ez. Lesz négy kereke. Oké, négy rossz kerék. De legalább kerék. Meg vagyunk, akkor szereljük rá, itt rátesszük ezt a két széles nagy kereket. Hát ez nagyon tromba. Másik oldal még egy kicsike 13-as kerék. Ajjajjajjajjaj.
Hadd nézem Michaela. Ugye? Na jó, felpatintottunk mindent rá. Amit csak tudtunk. Hát úgy néz ki, ahogy. Az alva az legalább 100%-ban rendben van, a többi az nagyon nyista. Nézzük, hogy mi az, ami hiányzik, amit esetleg rá tudnánk tenni. Rendszámtáblát olyanok nincsen. Sárvédő generátor. Ezek pont egyik sincsen. Úgyhogy nézzük, mire jutottunk. Oh. 3360, amiből, hogyha lemegyen az a javítások ára, ami durván, hát alig javítottunk valamit, nem is javítottunk szinte semmit. Szerintem, hogy ezres volt a javítás, mert minden pirosat tettünk rá. Hát egy jó 2000-et kerestünk rajta, vagy keresünk rajta. Ilyen állapotában, hogy mutatom. Motorálható csomagtartó, jobb sárvédő, na karosszére mondjuk, hogy úgy, ahogy rendben van, már ami van belőle. De ennyi. Jó sebességváltó, biztos, hogy sokat dob rajta, hogy új van rajta. Meg ilyen lengők a rap meg lefogadta, az nem sokat, mondjuk a bölcső, az is biztos, hogy dob rajta. De ezen kívül az összes elem az elég gyatra minőségű, ha van egyáltalán. Úgyhogy eladtuk innen, megszabadultunk tőle. És akkor ennyi volt a hétvégi fusi, plusz a műhely kidekorálása. Egy talán kicsivel normálisabban néz ki. Hát nem sokkal, mondjuk azt hittem, hogy ha ez meg lesz csinálva, akkor a padló is szépen fel lesz megtakarítva. De nem. Igazából nem sok minden változott. Emelők lettek szebbek, szekrények. Némelyik. A szekrények is. Mert azt ott meg csak az ajtójai, már ezek a szélszámos ládák. Ezek ugyanolyanok maradtak. Úgyhogy, hát, na ennyire futotta, ilyen lett. Úgyhogy, találkozunk legközelebb. Addig is jók legyetek, sziasztok, csáááá.